Újiráz. A megye déli határa mentén a Kissárréd területén fekszik, délről a Sebeskőrös határolja. Vízi túrázásra kiválóan alkalmas. A természeti táj szépsége mellett neoromán stílusú katolikus temploma is impozáns látvány nyújt az ide látogatóknak. A honfoglalás idején szlávok lakhatták a mai település elődjét és annak környékét. A szláv eredetre utal a település neve is, mely töltést, gátat jelent. Irráci, Irrárról, mint népes faluról a 13. század elején többször esik említés. A középkori falut 1598-ban tatárok pusztították el. Helyét ismét birtokba vette a Sebeskőrös, ismét a víz, a nád, a sás uralta 1880-ig a folyó új medrének kiépítéséig. Iráz puszta maradt 1911-ig, ekkor 100 dohánykertész és földműves települt be. Ők lettek a jelenlegi Újiráz község első lakói. A telepesek Békés, Arad és Csanád megyéből jöttek, és római katolikus vallású magyarok voltak, de volt közöttük Békés megyei tót is. Újiráz műemléke a Szent István emlékére faragott kőkereszt, ami Szent István megdicsőülése 900 éves évfordulójára készült. A falu 1912-ben ismét plébániát kapott. Ekkor építették a magyarok nagyasszonya tiszteletére épült neoromán stílusú templomát. Fontos szerepet szánt a nagyváradi káptalan az új katolikus falunak. Ennek bizonyítéka minden év októberének második vasárnapján sorra kerülő búcsúvásár, mely ezreket vonz a faluba.